Ha új kutya érkezik a házhoz, és már vannak kedvenceink otthon, akkor ez mindenképp egy konfliktus helyzet, hiszen azok a kutyusok, akik eddig velünk éltek, azokban egy jogos, féltékenységi érzés alakul ki, hiszen egy új jövevény nyilván megosztja a figyelmet, a szeretetet és a törődést. Hogyan kell ezt áthidalni? Ez egy fontos kérdés. Én azt szoktam mindig erre mondani, hogy a fokozatosság elve itt is érvényesülhet. Ha nagyon tartunk attól, mert ismerjük a kutyáinknak a jellemét, hogy ez valami komoly konfliktust fog előhozni, akkor tartsuk be valóban a fokozatosság elvét. Mi ez? Azt jelenti, hogy először csak szagmintát hozunk erről az új kutyáról. Tehát egy takarót, egy valamit, amin ő feküdt, ami átitatódott az ő illatával, ezt a takarót elhelyezzük ott az ő környékükön, és azt ők nyilván megszagolják, ismerkednek vele. Majd a második lépcsőben, akár látvány szempontjából elkülönítettem bár, de már látják az új kutyát, és akkor azonosítják a szagokat, értik, tudják, hogy ez erről van szó, ugyanarról a kutyáról van szó, és előbb-utóbb megszokják a látványát és a szagmintáját is, és egyfajta elfogadás jön létre, és szép fokozatosan egyre közelebb eresztve egymáshoz őket, aztán később teljes mértékben ugye megszüntetve az elkülönítettséget együtt lehetnek.